A Petőfi Sándor Közösségi és Magyar Művelődési Központban adta át Fremond Árpád, az MNT elnöke, a fából készült játékokat a kishegyesi óvodák képviselőinek. Egy vajdasági családi vállalkozás készítette az ajándékcsomagokat. Az óvónők örömmel fogadták az ajándékokat. Nagyon jó és nagyon szép dolog, hogy mindig gondolnak ránk. Az elmúlt években is, amivel tudnak, támogatják óvodánkat. A Magyar Nemzeti Tanács is, illetve a Vajdasági Magyar Szövetség is ugye pályázatoknál, amit tudnak segíteni, tényleg számíthatunk rájuk. A Petőfi Sándor Közösségi és Magyar Művelődési Központ felújítása a magyar kormány támogatásával jöhetett létre, ugyanakkor, ha nem lettek volna jelen az önkormányzatban a VMS képviselői, akkor ez a projektum nem valósulhatott volna meg. Emelte ki Juhász Bálint, a VMS intézőbizottságának elnöke, a kishegyesi önkormányzat lista vezetője. A közösségi erőre szükség van, és ahhoz, hogy nagyobb ráhatásunk legyen a dolgokra, ahhoz polgármesterre van szükség kishelyes községben is, és az a jó hírem, hogy még mindig mi vagyunk, magyarok vagyunk a legtöbben, ha mi megyünk el legtöbben szavazni, és összezárunk, akkor ez meg is fog valósulni. A kishegyesiek méltán lehetnek büszkék a felújított művelődési központra. Nem csak felújították, hanem be is lakták, tartalommal töltötték meg, mondta dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke. Az, hogy az első világháborús honvédeknek van emléktáblája, 56-os emléktábla van, az bizonyítja, hogy ez egy olyan közösség, amely büszke a múltunkra, és őrzi a hagyományainkat, a történelmi nagyjainkról megemlékezik. Úgyhogy megérdemlik azt, hogy magyar polgármestere legyen ennek a községnek. Én nagyon bízom abban, hogy ez június 2-án sikerül. Ehhez mindösszesen arra lenne szükség, hogy a kishegyesi és a Bács-Fekete-hegyi Magyarság a Vajdasági Magyar Szövetséget támogassa szavazatával. Ha Fidesz jól szerepel az európai parlamenti választásokon, akkor a VMS-nek lesz képviselője az Európai Parlamentben Vicsek Anna Mária személyében, hangsúlyozta Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója. Vannak közös ügyeink, ezért fontos, hogy a vajdasági magyarok minél többen szavazzanak a június 9-i EP választásokon, tette hozzá. Az lenne az elsődleges érdek, hogy a szomszédunkban zajló háború véget érjen. Az lenne az elsődleges érdek, hogy az Európai Unióban változás legyen, és végre a migráció tekintetében, amely érinti Szerbiát, Vajdaságot, Magyarországot egyaránt, ebben is változást tudjunk elérni. És ráadásul azt látjuk, hogy az európai bürokraták be akarnak zárkózni, és például a keleti gazdasági kapcsolatokat meg akarják szüntetni, mi pedig Magyarországon és egyébként szerb barátainkkal is azon dolgozunk, hogy Magyarország és Szerbia is tudjon csatlakozni a keleti gazdasághoz, hiszen az előnyt jelent az itt élők számára. A lakossági fórumon a résztvevők is feltehették a kérdéseiket a VMS és a Fidesz politikusainak.